A Magyar Afrika hét rendezvényén készültek ezek a felvételek korábban. Itt jelen volt a Pécsi Egyetem kutatóintézete is, amely idén ünnepli 15 éves fennállását. A magyar társadalom Afrika tudásának a korrekt, hogy mondjam, bővítését, tágítását tűztük célul, és azt hiszem, hogy ugyan az út nem egyszerű e tekintetben, de haladunk folyamatosan előre: legyen az az Afrika szabad egyetem előadás sorozatunk, legyenek a kulturális, interkulturális eseményeink, legyenek a nemzetközi tudományos konferenciáink, vagy egyébként az idén 18. éve, tehát még egyébként a 15 éven túlmutató módon. Megszakítás nélkül, folyamatosan publikált afrikatanulmányok folyirat segítségével ezeknek a tudásoknak a közkincsé tétele. Kérdés, hogy miért fontos többet tudnunk erről a földrészről. A mindennapokban úgy gondolják sokan, hogy egy távoli területről van szó, aminek a jobb megismerése nem olyan fontos. De ma már ez nem így van, mondja a központ vezetője azért fontos Afrika, mert ma a nemzetközi rendszerben, a 21. században, 2024-ben olyan összeköttetések vannak a világban, olyan egymásra utaltságok vannak a világban, hogy az afrikai kontinens nélkül, ahol számos történés zajlik, számos ügy, zajlik, amelynek hatásai lehetnek, vannak egyébként Európára, vagy a latinamerikai térségben, Afrikára és viszont, hiszen minden minden össze van kötve, Egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mi történik Afrikában. Magyarország is kiveszi részét az Európai Unió Afrikát érintő humanitárius programjaiból. Ezen túlmenően pedig ott vannak azok a békemissziók, amelyekben a visegrádi országoktól egészen, mondjuk Ázsiai-bezárólag számos és számos ország vesz részt. Magyarországnak is ki kell vennie ezekből a, a, a szerepét és a feladatait. Meg is tesszük ezt, én azt gondolom, az irány ilyen értelemben jó, szükséges minél inkább, részt vennünk egyébként ezekben a, a fejlesztésekben, de itt alá szeretném azt húzni, hogy csak úgy, hogy egyébként a helyiekkel közösen valósulnak meg a különböző fejlesztések. Tarus István azt mondja, hazánk egyre határozottabban jelen van Afrikában a különböző programokon keresztül. A kutató szerint a jövőben nőni fog Afrika jelentősége a világ folyamatokban. A nyersanyagok, a piaci lehetőségek egyre jobban felértékelik ezt a kontinenst a világban.